Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt rektor úr. Most itt Közép-Európa több országából vagyunk együtt, ezért azt gondolom, hogy talán indokolt volna azt a nemzetközi környezetet tanulmányozni, amely körülveszi azt a térséget, ahonnan összegyűltünk erre a rendezvényre itt Budapesten. Mert hogy a minket körülvevő világra, főleg annak gazdasági vonatkozásaira mostanában elég sok mindent mondanak, de konszenzus még nem alakult ki arról, hogy mi is valójában az, ami körülvesz minket. Reméljük, hogy az ezen nyári rendezvényen feltett kérdések és megtalált válaszok majd valamivel közelebb visznek minket ehhez a megoldáshoz. Tény az, hogy sokan ugye világgazdasági válságról beszélnek, amely jelentős hatást gyakorol Közép-Európára is. De amikor világgazdasági válságot említünk, akkor általában ázsiai és arab barátaink határozottan tiltakoznak, mondván, hogy 4-5-8-10%-os gazdasági növekedés az ő értelmezésükben minden, csak nem világgazdasági válság, úgyhogy ha lehet, akkor inkább beszéljünk magunkról, és ne terjesszük ki az ilyen típusú gondolkozást a világ minden tájára. Ezért aztán óvatosság és sok-sok alapos kérdésfeltevés indokolt, tisztelt rektor úr, tisztelt hölgyeim és uraim, amikor a minket és Közép-Európát körülvevő világot és környezetet tanulmányozunk. És talán ezzel a kellő óvatossággal és tisztelettel leginkább, mint egy törékeny világgazdasági környezet tudjuk leírni mindazt, ami minket körülvesz, és abban egészen biztosak lehetünk, hogy az Európai Uniót érintő kihívások, az euróválság egész Közép-Európára, a közép-európai és kárpát-medencei magyarságra is rendkívüli terheket ró és komoly kihívások elé állít minket is. És hogyha azt a kérdést tesszük föl itt, hogy mi a kiút ebből a helyzetből, akkor én azt gondolom, hogy megint a leginkább konszenzusos válasz talán az lehet, hogy akkor jutunk ki ebből a nehéz és kihívásokkal teli helyzetből, hogyha meg fog indulni egyfajta európai növekedés. És ennek az európai növekedésnek viszont egészen biztosan állíthatjuk, hogy Közép-Európa, ahonnan mi most összegyűltünk itt erre a mai napra és a következő napokra. Szóval, hogy Közép-Európa lesz ennek a reménybeli európai növekedésnek a motorja. És ezt a tényt, hogy Közép-Európa lesz az európai növekedés motorja, ezt a tényt a magyar nemzetstratégiának és a magyar nemzetgazdasági stratégiának is figyelembe kell vennie, sőt nem csak, hogy figyelembe kell vennie, hanem igazából építenie kell rá. Tehát amikor a magyar stratégiai, gazdaságpolitikai és magyar nemzetstratégiai gondolkodásról és tervezésről beszélünk, akkor itt az egyik fő célnak azt kell tekinteni, hogy Közép-Európa egy integrált, szorosan együttműködő gazdasági övezetté váljon. Ez mindannyiunk érdeke, ez minden közép-európai ember érdeke, és ezen belül minden közép-európai magyar és közép-európai magyar fiatal ember érdeke is. Ha létre tudjuk hozni a közép-európai szorosan integrált és szorosan együttműködő gazdasági övezetet, akkor egy olyan méretű piac jön itt létre, amely már kontinentális szinten is, a kontinentális gondolkodásban is jelentős méretűnek minősíthető. Jó példa erre a visegrádi négyek szoros együttműködése, amelyet ma már Európa szerte erős szereplőként tartanak számon, és jó célkitűzés ebből a szempontból az is, hogy Magyarország, a magyar kormány jelentősen támogatja azokat a nyugat-balkáni országokat, amelyek európai integrációs folyamataikat fel szeretnék gyorsítani, és amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az egész régiónk, az egész Kárpát-medence stabilitásához. Hogyha ezeket a célkitűzéseket, ezeket a felismeréseket és ezeket a kérdésfeltevéseket egymás mellé sorakoztatjuk, akkor én azt gondolom, hogy nem túlzó az a célkitűzésünk, hogy 2020-ra a közép-európai térség gazdasági integrációjának szintje és mélysége elérje a nyugat-európai gazdasági integráció szintjét és mélységét. Mi ezt a közép-európai gazdasági együttműködést, ezt alapvetően azokra a
kis és közepes vállalkozásokra szeretnénk alapozni, akiknek az első lépés a globális piac felé, a szomszédos országok piacára történő kilépés. És ezen célunk elérésében Közép-Európát egy ilyen szorosan együttműködő és integrált gazdasági övezetté tegyük, ebben a közép-európai és ezen belül a kárpát-medencei országokban élő fiatal magyarokra, és a közép-európai kárpát-medencei országokban élő fiatal magyar egyetemistákra a magyar kormány stratégiai szövetségesként tekint. És ezért tartjuk rendkívül fontosnak azokat a típusú rendezvényeket, amelyeket az ELTE most már évek óta felvállal, és amelyhez a magyar kormány örömmel ad támogatást, mert hogy ezeken a rendezvényeken jöhetnek létre azok a kapcsolatok, amelyek majd aztán alapját jelenthetik ennek a közép-európai együttműködésnek, amelyben önök stratégiai fontosságú szerepet látnak el. Itt a rektor úr is célzott rá, sőt beszélt róla kifejezetten, olyan kapcsolatok jöhetnek létre, olyan szemléletmód és olyan együttműködés jöhet létre, amelyek nyomán önök fiatal magyar egyetemisták közép-európai és kárpát-medencei országokból a jövőben egészen biztosan ennek az együttműködésnek a kulcsszereplői lesznek. Akár a közigazgatások, akár valamely ország üzleti életének fontos szereplőiként. Ehhez azt gondolom, hogy az ilyen rendezvények jelentősen hozzá tudnak járulni, ezért biztosítom rektor urat és a rendezvény résztvevőit, az egyetemistákat és határon túli egyetemek vezetőit is, hogy a magyar kormány folytatólagos támogatásával számolhatnak. Sok sikert, jó munkát és jó kapcsolatépítést kívánok önöknek az elkövetkezendő napokra.